Istók Margit egy rendkívüli értelmiségi családból származott, édesapja dr. Istók Barnabás orvos, később Csanád megye tiszti főorvosa volt. Édesanyjának, Török Ilonának szintén orvos felmenői voltak. Testvérei Barnabás és Irén ugyancsak ezen a területen dolgoztak, míg fiatalabb bátyja Zoltán 30 éven keresztül Makóváros főmérnöke volt. Margit zenei tehetsége annyira nyilvánvaló volt, hogy szülei a leghíresebb intézménybe, a budapesti Szent Erzsébet nőiskolába iratták be. Hazakerülve belefogott a zongora tanításba, először a Városi Munkaközösség keretein belül, majd 1968-ban alapító tanára lett a Makói Állami Zeneiskolának. Szinte élete végéig a Bartók Béla Énekzenei Általános Iskola és Állami Zeneiskola országos hírű zongora tanára volt. Az 50-es években bebörtönzik őket, és majd innen a börtön után kell újból felállni ennek a családnak. És hát azt, akik ismerték Margit nénit, tudják, hogy sosem panaszkodott, sosem mesélt sírva, hogy őt mennyire meghurcolták, hanem mindig nagyon optimista volt, mindig derűs volt, és mindig a zene volt az élete középpontja. Szinte végigélte az 1900-as éveket, ugyanis 1995-ben 94. életévében hunyt el. Minden kézzel fogható hagyatékát a városra hagyta, amit a József Attila Városi Múzeum a mai napig folyamatosan dolgoz fel. A bútorok mellett rengeteg személyes tárgy maradt fenn. Sokat leveleztek, grafománok voltak, mindenről mindenki tudósítottak. Egy nagyon-nagyon nagy kiterjedésű, egy hatalmas nagy családról van szó, akik részben itt Magyarországon, részben Amerikában, részben Ausztráliában telepedtek le, úgyhogy egy hatalmas nagy levelezés is megvan. Megvannak a családi dokumentumok, megvannak az anyakönyvi kivonatok, megvannak az egyetemi leckekönyvek, a legelső dokumentumok, amit megtaláltunk 1652-ből való Istók Gergely földbirtokot vásárol meg. A családi fotóalbumok egy része már rendszerezésre került a több 10 000 képeslap mellett, melyet évtizedeken keresztül gyűjtöttek.